olyasmiket olvasok az újságban, hogy nem kapják meg a pénzüket a civil szervezetek. Van egy nemzeti civil alap, ennek van egy tanácsa, és annak az elnöke Csizmadia László. Jó reggelt kívánok! Közben folyik egy vizsgálat, meg egy új civil törvény előkészítése, mert nem tudom, hogy 70 ezer civil szervezet van, de ezek egy része nem valóságos, mindenféle gazdasági társulások, vagy társaságok vannak benne, vagy ilyen félig-meddig közintézmények is vannak benne, és ezen a címen, hogy ők civilek kapnak támogatást, ezt akarják ezzel kipucolni. De annyira súlyos az eset, hogy úgy gondolják, hogy egyes támogatások, amik már oda vannak ítélve, nem jogszerűek, vagy ezeket vissza lehet tartani? Hát jó reggelt kívánok! Nagyon sok kérdést kaptam egyszerre, tehát megpróbálom összefoglalni és válaszolni rá. Tehát induljunk talán ki abból, hogy nagy-nagy szükség van egy új törvény létrehozására. Ez az úgynevezett civil törvény, amiben benne foglaltatik most az NCA utódjának, ugye a Nemzeti Civil Alap utódjának is a létrehozása. A cél az, hogy igazságosabb, átláthatóbb és bürokráciamentesebb legyen az ügy. Na most a kérdés egyik része, hogy valójában előfordulnak-e olyan problémák, amelyek sértik azokat a civil szervezeteket, amelyek kevesebb pályázati pénzhez tudnak jutni, vagy egyáltalán nem tudnak pénzhez jutni. Azt kell mondani, hogy sajnos igen. Erre két alapot lehet meghatározni. Az egyik a jelenlegi KEHI vizsgálat, ami már elvégeztetett, és gyakorlatilag a vizsgált szervezetek 27%-ánál talált olyan szabálytalanságot, ami azt jelenti, hogy 89 millió forint visszavonására kerülhet sor. A másik, amit pedig kívülről folyamatosan... Olyan, ami már kifizettek? Kifizettek, vagy? És ezt vissza kell követelni, azért, mert ott olyan dolgok történtek, hogy esetleg pártot támogattak, esetleg egy számlát kétszer számoltak el, tehát az egyesületek némelyike visszaért azzal a lehetőséggel, hogy a belső ellenőrzés a Nemzeti Civil Alap, illetve az alapkezelő részéről, főleg az alapkezelő részéről, mert ez a formai ellenőrzés az ő dolga, ugye nem történt meg. A másik, amit kívülről a civilek folyamatosan bírálnak, az pedig az, hogy azok a kollégiumi és tanácsi emberek, akiknek saját érdekeltségű egyesületei is vannak, szerintük úgy döntenek, hogy jóval több pályázati pénzhez jutnak, mint azok, akik nem. Na most ezt a statisztikák sajnos visszaigazolják, és akkor a következő kérdésére az a válasz, hogy valóban most egy nagyobb odafigyeléssel az államtitkárság megállította a folyamatot, és amikor a kollégiumok döntöttek, egy újabb döntésre visszaküldte, hiszen olyan eltérések voltak, hogy azok, akikről az előbb beszéltem, adott esetben 100, 200 vagy 300%-kal több pályázati pénzhez jut. Ezt nyilvánvalóan meg kell akadályozni, ezért történt ez a vizsgálat. De a másik az, hogy logikusan kell gondolkodni, mert ha egy hónapot késik a vizsgálat miatt a kifizetés, akkor a civil szervezetek finanszírozásával komoly probléma lehet. Ezért én, mint a tanácselnöke kértem a miniszter urat, hogyha lehet az elszámolásokat, tehát a megkapott pénzek után egy hónappal tolja ki, tehát legyen lehetőség a felhasználásra, és optimalizálja azt a helyzetet, ami most fennáll. És akkor most elkezdenek menni a pénzek, vagy azt még nem kapott választ? Elkezdenek menni a pénzek. Ma már az összes döntés gyakorlatilag az NCA honlapon olvasható lesz. Sőt, mi több, azt kell mondani, hogy arról, amiről ön beszélt, az új civil törvény tervezet is oda kerül a héten nagy valószínűséggel. És mi van benne? Tehát mi az, hogy a civil alap az miért nem jó? Miért kell helyette másik szervezetet csinálni? Hát azért nem jó, mert tulajdonképpen a szerkezet okozott problémát. Itt egy fordított rendszer működött tulajdonképpen, hogy a kollégiumi döntésekben, tehát a tanács kijelölte a forrásmegosztás, a kollégium eldöntötte, hogy ki mennyi pénzt kap, majd ezek után már nem nagyon volt lehetősége se a tanácsnak, sőt mondhatom még az államtitkárnak sem, hogy a döntésekbe beleavatkozzon. Tehát a feje tetejéről a helyére kell állítani a helyzetet, amellett amatőr döntések most is. Most az lesz, hogy lesznek születek. Kollégiumok, azok a tanács elé terjesztik, az meg az államtitkár elé, és mindig, amikor feljebb kerül, akkor ki lehet javítani a döntést? Hát nyilvánvalóan, amikor a közpénzek elosztásáról beszélünk, akkor oda kell figyelni, hogy még csak 100 000 forint se kerüljön úgy elosztás, hogy annak nincsen megfelelő nyoma, azt megértem, hogy felelőse legyen. Azt megértem, hogy legyen neki felelőse. De az biztos, hogy
nem akarok senkit meggyanúsítani semmivel, de biztos, hogy, hogy nem kerülnek így be olyan emberek, akik politikai, mit tudom én, vagy ismeretségi alapon a szakma nem javasolná őket, de mégiscsak besuszterolódnak? Én mint a törvényből ismerek ebben a pillanatban, mert ez egy tervezet, azt kell mondanom, hogy továbbra is fennmarad a civil kontroll, tehát elektorok útján történik a kollégiumok és a tanács egy részének megválasztása. Nagyon jónak tartom azt, hogy szakemberek úgy kerülhetnek be ezekbe a bizottságokba, hogy azok a civil szervezetek, amelyek stratégiai szerződéseket kötnek a különböző minisztériumokkal, a civil kontroll, a civil együttműködés folytatására, azok közül választanak majd az illetékes parlamenti bizottságok megfelelőképpen szakembereket, és itt a lényeg, hogy nem csak civilek, amatőrök, hanem szakemberek is belekerülhetnek, akik végeredményben teljes mértékben civilek, és akkor zárjuk ki az egész problémát úgy, vagy próbáljuk kizárni, hogy gyakorlatilag az én ismeretem szerint olyanok nem kerülhetnek a kollégiumba és a tanácsba a jövőben, akik civil egyesületben valamilyen posztot betöltenek, akár tagjai, vagy azok hozzátartozói, ebből kifolyólag valószínűleg nagy mértékben érintetlen tud maradni a döntés. Ma fölkerül a tervezet a honlapra, és akkor ott elolvashatjuk. Hát ma nem, úgy tudom, hogy a héten kerül fel a tervezet, de most ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy egy éve nyújthatnak be a civilek különböző javaslatokat a tervezetre. Tudom, ez volt gyűjti, egy országjárás is, tartottak. Most tartottunk országjárás, és íme, ami nagyon jó, hogy egy hónapig nyugodtan lehet bírálni ezt a tervezetet, tehát a társadalmi vita megvalósul, sok más törvénnyel szembe, ez nem egy gyors lefolyású elfogadás lesz, tehát a civileknek van lehetőség a hozzászólásra. Majd odafigyelünk mi is. Köszönöm szépen. Nálunk pedig futballkövetkezik.